Sziasztok! Stribik Anna vagyok, a PrEP évfolyamot tanítom. Ezen az évfolyamon a legnagyobb hangsúlyt a nyelvi és a beszédkészségek fejlesztése kapja. Úgy tapasztaljuk, hogy ebben az életkorban a gyerekeknek már elég nagy passzív nyelvtudása van, viszont megszólalniuk mégse olyan könnyű. Mi ebben próbálunk, ebben szeretnénk nekik segíteni. Alapvetően egy olyan biztonságos környezetet igyekszünk teremteni, ahol megmernek szólalni, kimennek bontakozni, olyan témákkal próbálunk foglalkozni, ami érdekli őket, amiket szeretnének hozzászólni. Ebben a fél évben ilyen témák voltak például a robotok, a világutazók, vagy a furcsa találmányok, de jártunk egy középkori király udvarában is, és foglalkoztunk az álommunkánkkal. Az órákkal rengeteg szituációs játékot játszunk, és drámapedagógiai eszközöket is alkalmazunk. Ezt úgy képzeljétek el, hogy például a középkori király udvarában a diákok a király tanácsadói voltak, különböző motivációkkal, különböző célokkal, és a nehéz helyzetbe került királyt ebből a szerepből kellett megpróbálniuk támogatni. Tehát tulajdonképpen, amit ezen az évfolyamon csinálunk, az nem más, mint hogy a gyerekek meglévő ismereteire építünk, és különböző eszközökkel igyekszünk aktivizálni és fejleszteni a nyelvtudásukat, és felkészíteni őket a következő évre.